Szóval ez borzató volt. Ez borzató volt, ami az volt. Fischer Anna csupán 17 éves volt, amikor megkapta a behívóját, mivel szegények voltak egy jobb jövő reményében indult útnak 1945. január 12-én, akkor még nem gondolta, hogy élete legszörnyűbb időszaka következik. Munkára, hogy milyen jó lesz, hogy örültünk, hogy keresünk, hogy lebombázták a nagy épületeket, és menni kell eltakarítani, és fogunk fizetést kapni. És akkor úgy örültünk, amikor mentünk, mikor bezártak a vagomba, kikísértek az állomásra, hajtottak, mint a birkákat, akkor már rájöttünk, hogy tiszta hazugság volt. De hát menni kellett. Nem volt kiút. Szatmár megyéből több mint 5000 sváb származásút vezényeltek be az egykori megyeházára, onnan pedig fegyveres kísérettel hajtották ki őket az állomásra. Sokan úgy tudták, Magyarország területére viszik közmunkára, ezért legtöbben csak egy kis élelmet vittek magukkal. Kenyér kevés, meg jártunk lopni, szabad mondani. Jártunk, mentünk cukoripát alózni, nem volt. Akkor lementünk az ajba, ott voltak a csomók, és ha vittük a fejpárnát, és megtöltöttük. És láttak az orosznak, és jöttek oda. És elszaladtunk. A mínusz 40 fokos hideget és az embertelen körülményeket az elhurcoltak több mint egyharmada nem bírta ki. Az ő tiszteletükre Nagy Károlyban emléktáblát helyeztek el az egykori megyeházára, ahol összegyűjtötték őket. Áld meg Istenünk, és szenteld meg ezt az emléktáblát! Az ünnepségen részt vett Soltész Miklós egyházügyi államtitkár is, aki elmondta, ez az esemény figyelmeztetés kell legyen a mai politikum számára is. A béke az minden fölött van. A nemzetek közötti együttműködés, együttértés az mindenek fölött van. És hogyha ez megszakad, hogyha ennek ez sérül, akkor történnek olyan időszakok az emberiség történetében, ami tényleg szörnyűek és katasztrofálisak. És ami sokszor adott esetben egy-egy nagy politikai vagy egy nagy nemzetvezető, hogy nem is éreznek át, mert általában kis emberek szenvedik meg leginkább egy-egy háborúnak, egy-egy üldözésnek az időszakát. Fontos ezért emlékezni. Az ő életüket és az itthon maradottaknak az életét megnyomorították és megkeserítették. A magyarul és németül celebrált szentmisén a kényszermunka áldozataiért imádkoztak, majd megkoszorúzták a deportáltak emlékművét. Ilyenkor a túlélők is elzarándokolnak ide, hogy megemlékezzenek azokról a társaikról, akik nem bírták a megpróbáltatásokat. A legkegyetlenebb az éjség volt. A gyenge étel és az erős munka. A szénbányába 100-120 méter mélyen, nagyon gyenge étellel, nagyon sokan ott vesztették életüket. Az emberek nem bírták, mert elmentek a krumplihaj, meg amit előktek, azok meg azt ott felszedik, és azt ott etik. Azt kaptak egy gyomormérgezés. A férfiak nem nagyon bírták, a nők meg jobban bírták. A megemlékezés után minden évben kulturális műsorral várják a deportáltakat, de évről évre egyre kevesebben vannak. A legfiatalabb is 87 éves. A résztvevők közül sokan egy lágerben laktak, mások pedig a szénbányákban ismerték meg egymást. A mai Románia területéről több mint 70 000 szászt, svábot, magyart és románt hurcoltak el ártatlanul.